Üdvözöllek benneteket! Engem Kádár Tibornak hívnak, ezt a nevet apám adta születésemkor. Az apátunk a Nyugodt Cselekvés nevet adta nekem 3 évvel ezelőtt, amikor fogadalmat tettem. Hát nagyon találó nevet adott, mert azóta szerintem nem múlik el hét, hogy ne jusson eszembe, főleg munka közben. Aki ismer engem, az tudja rólam, hogy egy végtelenül izgaga, szeleburdi, nyughatatlan, mindent azonnal rögtön most meg kell csinálni. Az más kérdés, hogy jól, de most nem erről van szó, hanem a temperamentumról, meg az izgagaságról. Szóval mit jelent nekem a zen? Ezt a kérdést tette föl nekem az apát, hogy én erre válaszoljak nektek, beszéljek erről nektek. Amikor így meghallottam, így hirtelen nem értettem, hogy mit mond, hogy a zenről beszéljek. Miközben mindig azt hallom, hogy sokat beszélek. Most az, hogy beszéljek a zenről. Hát én sokat nem fogok tudni mondani. Az első információm, külső információ a zenről, az épp arról szólt, hogy a zen a szavak sűrűjétől, a szavak dzsungelétől óvja az embert. És az apát oda tesz engem, akkor beszéljek a zenről. Megpróbálok beszélni a zenről, holott szívesebben válaszolnék, úgyhogy egyszerűen mondjuk fél lótuszba teszem a lábam, a kezem az ismert mahamudra, és akkor gyerünk. Ez lenne szerintem a leghelyesebb válasz, hogy mit jelent nekem a zen. Egy olyan 52-53 évig próbálkoztam, ó, ez hazugság. 52-53 éves voltam, amikor először sikerült ülni. Az pedig úgy történt, hogy kijöttem ide a templomba, olvastam a Facebookon, hogy itt valami tavaszi munkára keresnek segítséget, hát éppen időm volt, kijöttem egy hétre. Na, aztán abból az egy hétből pontosan 1 év lett. Én akkor ültem reggeltől estig, minden hónapban az elvonulások, aztán, hogy kitettem innen a lábam, én ezt tudtam jól előre, hogy én soha nem fogok egy percet sem ülni. Nem tudok ülni. Nem tudok ülni. Aztán most, úgy nem tudom honnan, egy Dostojevszkij szövegrészlet ugrott be, ami pedig úgy hang, az a részlet, hogy a szeretet munka, kitartó munka. Ezzel a két információval jöttem én ki, belső információval jöttem én ki a Koan interjúról, és én azóta se gondolkodtam ezen. Annyiszor eszembe jutott, hogy nekem itt most beszélnem kell, én azonnal rákezdtem egy mantrára, hogy én ne is gondolkozzak azon, hogy mit fogok itt mondani. Mit jelent nekem a zen? Nekem muszáj volt ide eljönnöm, mert az évvége fele, a tavaly évvége fele valahogy úgy alakult az életem, hogy az én kedves feleségem úgy nagyon kedvesen tudomásomra hozta, hogy kedves Tibor, akkor, amikor te a templomban éltél, és amikor kijöttél, te egy tök jó felsrác voltál. Eltelt 3 év, és egy bolond, szeleburdi, ideges és kibírhatatlan fazon vagy. És szépen engem elküldött, teljesen véletlenül egy nagyon-nagyon kedves barátom meghívott egy 8 fős csoportba gyakorolni, úgyhogy január elején nekiálltunk és toltuk reggeltől estig, mint itt ti. Aztán 3 hét után hazamentem, és életembe először otthon is sikerült leülni, és ha hajnali 1-kor ébredtem, akkor 2-től ültem, ha 2-kor ébredtem, akkor 3-tól ültem. Általában, hogy délig már túl voltam 6, 8 vagy 9, ilyen 50 perces, tehát 3-szor 50 perces blokkokba csináltam az ülést, és délben már mondom általában, hogy 8-9 ülésen túl voltam, délután is 1-2 ilyen 3 blokkos 50 perces, tehát 3-szor 50 perces ülést rátoltam. De amíg én otthon üldögéltem, ott aztán csend volt, mert én 3-szintes lakásban élek, a szuterénben, amikor hajnali 2-kor vagy 3-kor elkezded az ülést, aztán tényleg ott még a ház csöveinek a mackóját sem hallod. Ott a légy sem zümmög, ott senki nem mocorog, még véletlenül sem, senkinek, tehát a belek alagútjain a salak nem közlekedik.
maximum csak az enyém, de az, tehát a tökéletes csend az megvolt. És valami, tehát hirtelen hiányérzetem kezdett lenni, és aztán ott kezdődött, hogy letöltöttem szépen a templomi énekeket. És azokat kezdtem hallgatni. Reggeli előtt, ebéd előtt aztán, na most már kezdek libabőrözni, hogy ezekre visszagondolok. Nagyon erősen jelez vissza testem. Üléskor is, és minden más helyzetben. Egyszerűen elkezdett hiányozni a templomi millió, hogy mi nekem a zen. Hát, ha tárgyasítani akarom, akkor a zen, ez, ami itt van, veletek együtt. A Buddha, a Dharma és a Sangha. Mi más lenne? Szóval nekem el kellett mennem ülni ahhoz, hogy otthon béke legyen, nyugalom legyen, hogy ne legyek olyan, mint egy mérgezett egér, aki reggeltől estig rohangáló, mondom, háromszintes lakásba, én 2 perc alatt 10-szer felszaladok és visszajövök, keresek valamit éppen. Megtalálom, én nagyon gyorsan oda mondom, 10-szer fel kell szaladna, meg leszaladna, meg mind a 3 szinten, minden fiókot ki kell nyitani, be kell csapni, minden ajtót fölrántani, be... És most eszembe jutott például, hogy ma reggel is, ahogy itt étkeztem, és hogy a finoman, lassan, csend nélkül, ahogy visszatettem. Hát, hogyha én otthon tudnék így viselkedni, vagy nem csak otthon, hanem úgy a világban általában, hát azt mondanák, hogy jó ember vagyok. Igen, ám csak a zen, az, hogy csak most nincs jó, most akkor ebben nem megyek bele, jó? Hogy most van, vagy jó vagy rossz. Na, a lényeg, hogy ahogy az elején mondtam, hogy a gyakor, tehát hogy a zen elsősorban az azt jelenti, hogy fél lótusz, mahamudra és leülni. Lenyugodni, megállni egy pillanatra ebben a rohanó világban, és nem elgondolkodni. Azon már ott vagyok, hogy eddig nem értettem, hogy miért nem kell gondolkodni. Tényleg nem, van sok helyzet, amikor gondolkodni kell, mert ostobaság azt gondolni, hogy minden helyzetben nem gondolkodunk. Hogyha a zen erről szól, akkor nem tudom, erről szól, nekem nem arról szól a zen, hogy ne gondolkozzak. Igen, gondolkodni kell, az érzéseket is ki kell fejezni, ellenben valahogy úgy kéne csinálni, a zen segítségével, az ülés segítségével, hogy a főleg a közelálló emberek, nem elég, az idegenekkel nagyon kedves tudok lenni, érdekes mód. Nagyon udvarias vagyok, mindenki nagyon szeret. Azok is nagyon szeretnek, akik már megismertek. Valószínűsíthető, hogy van egy néhány jó tulajdonságom is, különben nem szeretnének azok a fantasztikus emberek, akik szeretnek. De nem mérgezhetem meg az életüket azoknak, pont azoknak az embereknek, akiket szeretek. És ezért én úgy gondoltam, hogy akkor jól van, megpróbáljuk ismét ezt a zen műfajt, hisz azt mondták, hogy amíg csináltam a zent, addig de jó fejsrác voltam. Akkor ezek szerint, ha jól értem, tehát én, és igen, most tudatosodott bennem, hogy azt hiszem, életemben először van az, hogy egy elvárásnak meg szeretnék felelni. Soha ilyen nem volt életemben. Ó, de ütős. Mindig minden környezetben, ha valahova bementem, igyekeztem azt a saját képemre és hasonlatosságomra átformálni. Hogy az úgy legyen, ahogy én akarom, mert az úgy van jól, és csak úgy. Hát most így ennyi ülés után azt gondolom, hogy nem biztos, hogy igazam volt. Igen, ez valószínű, hogy így van. Igen, szóval eszembe jutott az is, hogy akkor, amikor én meghallottam, hogy nekem ez a tiszteletteljes feladatom lesz, hogy nektek beszámoljak, hogy mit jelent nekem a zen, akkor beugrott ez a Dostojevszki mondat, hogy a szeretet munka, kitartó munka. Hát a zen sem más munka. Nagyon kemény munka. Évekkel ezelőtt láttam ilyen Facebookon keringő képet, amikor a falusi néni küldögélnek a ház előtt, és beszélgetnek, 4-5 pletyka. És ott volt a fölirat, hogy meditáció, ugyan már naplopás, vagy valami ilyesmi. Hát én nem gondolom, hogy naplopás. Szinte minden üléskor, amikor ülök, én lehet 18 fok, 17 fok, én hidegbe szeretek ülni, amúgy nyitott ablaknál, és csurog.
csurog a víz rajta. Hát amikor a 3 hónapos kölcse volt, akkor ugye éjszaka mindig nyitva voltak az ablakok, mindenki be volt pokorozva, bugyalálva, és folyt az izzadság rajtam, úgyhogy pólóba voltam. Nekem kemény munka, lehet másnak könnyen megy, nekem nagyon kemény. De nagyon szép munka. De nem csak munka. Kezd az a nagy gyanúm lenni, hogy több, mint munka, lehet, hogy szerelem. Nem tudom ti, hogy vagytok, de biztos, hogy sokszor megcsaltak titeket, sokszor megcsaltatok ti is másokat, én is. Sokszor hitted azt, hogy szerelmes vagy, aztán kiderült, hogy nem. Hát én ezzel az egész buddhizmusnak nevezett dologgal egy körülbelül 25 éve kacérkodom. A tibeti iskolák közül jó néhánnyal már flörtöltem is. Igen. Ez így működik szerintem. Az égi szerelemben, mert a földi szerelem és az égi szerelem közt érzésem szerint rengeteg hasonlóság van. Ahogyan csináljuk a földi szerelmet, csak úgy tudjuk csinálni az égi szerelmet is. Igen, meggyőződésem, hogy nem véletlen kerültem ide-vissza, meggyőződésem, hogy most nem úgy fogok elmenni, mint amikor elmentem, vagy na ide többet, mindig úgy megyek el, hogy minden hidat fölégetek magam mögött. Mindig, minden körülmények között. Mindegy, hogy városról, vagy országról van szó, vagy emberekről, vagy mindegy. Mindent több fölégetek, és mindig mindent újra kezdek. Hát ezt a zenes dolgot azt hiszem most másodszor és utoljára kezdem újra, mert kezdem érezni, hogy igen, szerelem. Szóval az, amiket itt a gyakorlatok során, például egy elvonulás során, hogy csendbe csukjuk be az ajtót, meg hogy finoman, meg halkan beszéljünk, meg ne, mint a csataló, ne dübörögjünk végig egy termen, mindegy, hogy az darmaterem, vagy otthon egy szoba. Igen, tehát ezt a gyakorlat, nekem mostanában kezdett lekoppanni, hogy igen, hát ez azt jelenti tényleg, hogy itt próbálom, gyakorolom, kimegyek az életbe, és ott kéne csinálni. Szóval egy évet végigültem itt éltem, minden nap reggel este meditáltam, minden hónap az elvonulásokon részt vettem, és nekem csak most koppant le, hogy a gyakorlat az azt jelenti, hogy itt próbálom, kimegyek innen, és ott megpróbálok úgy élni, mint ahogy itt eljátszom. Nagyon jól el tudom játszani itt. Na, ha kimegyek otthon, tehát kint is valahogy át kéne életbe ültetni azt, amit itt próbálunk csinálni. Hát ezt is jelenti a zen. És most jön a lényeg. Tehát minden élethelyzetben kipróbálni. Békesség nektek, köszönöm.